Új menedzsere van a Progim jégkorong csapatának. Nagy Boldogasszony ünnepén Csíksomjon mutatják be a Csaba Királyfi Székely Nemzeti Rockoperát. Csíki közbirtokosságok támogatják a szórványbeli magyar közösségeket. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk. A Progim új menedzsere mentalitásváltást szeretne. Sándor Székely Ottó tele van lendülettel és tervekkel, nem csak a felnőtt csapat, hanem az utánpótlás kapcsán is. A szerződéskötések már elkezdődtek, és szeretné, ha a Gyergyói medence települései is magukénak éreznék a jégkorongot. Véleménye szerint jó úton jár a sportág. Külő Zsolt Dzsede távozását követően menedzser nélkül maradt a Progim Sportklub. Sándor Székely Ottó, az új menedzser több mint 10 éve közeli kapcsolatban van a gyergyói jégkorong sporttal, mint szurkoló és két hokizó gyermek édesapja. Egyik fő mozgatója volt a gyergyószentmiklósi műjégpálya világítás rendszerének megújítását kezdeményező megmozdulásnak. Egy éve választotta a Progim közgyűlése a klub vezetőségi tagjainak a soraiba, most pedig a sportklub menedzsereként szeretne minden tőle telhetőt megtenni. Hát a Progim menedzseri tisztséget mind két jégkorongozó apukája, aki régóta a gyergyói jégkorong mellett úgymond felnőttem 10 éve. Úgy éreztem, hogy tavaly, mikor Kölő Zsolt bejelentette, hogy távozik a klubtól, hogy kinyilvánítottam a véleményemet a vezetőségbe, ha nem kerül olyan, aki szívügyének tekinti a gyergyói jégkorongot, az egész medence jégkorongját, akkor éreztem azt a belső küldetést, hogy el kell vállaljam. Úgy éreztem, hogy el kell vállaljam a gyergyói jégkorong további sorsát, vezetését. Az új menedzser nem csak a felnőtt csapat előrelépését tartja fontosnak, hanem a gyermekek az utánpótlás helyzetét is. A legfontosabb feladatomnak tartom, hogy nem csak a felnőtt csapatról beszélgessünk, hanem az egész medence jégkorongjáról kell beszélgessünk, úgy a gyerek utánpótlásról egészen a felnőtt csapatig vissza a kettő közös úton jár. Talán most egy új fejezet kezdődik, hogy most, mint Progim menedzser, talán többet rá fogunk figyelni az alulról érkező kisgyerekekre, ezért az első lépésem az volt, hogy sikerült olyan játékos edzőt szerződtetnünk, Vaszlák Novák személyében, aki szívesen vállalta, hogy a gyerekekkel is foglalkozna a felnőtt csapatbeli játék a kiegészítőjeként. Ezennel ki is jelentetem, hogy ősztől megalakul a Vaszlák Novák korisuli, ami azt fogja jelenteni, hogy az összes medence iskolái napközei meg lesznek keresve, hogy minél több gyermeket tudjunk visszatéríteni erre a szép útra, a jégkorongra. Mivel azért érezzük, hogy rengeteg hiányosság, főleg a nagy hagyományokkal rendelkező községeinkben haldoklik a jégkorong sport, most talán új életet tudunk adni az egész jégkorongnak, az egész medencébe, hogy egy új fényet kap ez a sportág. Sándor Székely Ottó dicséri a remetei önkormányzat hozzáállását, hogy kérés nélkül is támogatják a Progimot. Tárgyalásokat szeretne kezdeményezni minden jégkorong hagyománnyal rendelkező gyergyói településsel, hogy kisebb vagy nagyobb összeggel járuljanak hozzá a sportág további fellendítéséhez. A gyergyói jégkorongról nem beszélgethetünk úgy, hogy Gyergyó-Szent Miklós jégkorongjáról, mert amióta jégkorong van ebbe a térségbe, örökké a közös medencei csapatnak volt sikeres. Sokáig, évekig veretlen volt a gyergyói csapat, annak köszönhetően, hogy a gyergyószéki csapat volt, nem Gyergyó-Szent Miklós, hanem rengeteg tehetséges alfalvi, remetei, csomafalvi, szárhegyi. Elnézést, ha valakit kifelejtek, de nagyon-nagyon erős csapata volt Gyergyónak, és ezt meg kell ismételni. Nem kell újat kitalálni, csak meg kell ismételni, megkapni az összefogást, hogy érezzék a községek vezetői, közbirtokosságai, hogy nem tőlünk 20 kilométerre az Alcsiki medencébe, amit már rájöttek 2 éve a vezetők és a közbirtokosságok, hogy példaértékűen odaálltak, és egy nagyon szép dolgot indítottak el a jégkorong életbe, és talán ezt kell megismételjük itt a medencébe is. Az új menedzser fontos feladatának tartja, hogy összefogja a gyergyószéki jégkorong kedvelő közösséget, a felnőtt csapatnál pedig mentalitásváltást szeretne. Én amit szeretnék, hogy egy mentalitásváltást, hogy
ne kelljen más játékosra számoljunk se szezon közben, érezzük, hogy a saját játékosainkban is meglegyen az a tűz, hogy győzni tudunk, harcolni tudunk a gyergyói csapatért. Nagyon szeretném az innen elment gyergyói fiatalokat, akik Magyarországon jégkorongoznak, hogy hazacsaljuk őket, úgymond. És szeretnénk, nem titkos ez a dolgunk, hogy szeretnénk egy nagyon megerősített programmal ősszel a jégre lépni, amelyekben részt vesznek majd régi és új játékosok. A szerződéskötések már elkezdődtek, Sándor Székely Ottó jó hírekkel is szolgált, két közkedvelt légiósra is számíthat a programa következő idényben. A szerződés, amit elmondhatnék a Vászlák Nováké, aki úgymond nagyon bízunk, hogy a csapat nagyon fontos, húzó, meghatározó személyisége lesz, úgy a jégen, mint az öltözőbe. A szakmai stáb az marad a Farkas Csaba edző személyében, és még örömmel tudom mondani, hogy sikerült hosszabbítsunk egy évet Kricsenko gólkirályunkkal, aki a gyergyói medence kedvence, aki nélkül már sokan nem is tudják elképzelni a gyergyói csapatot, és nagyon sok játékos jelentkezett be, ami tényleg nem volt példa arra, hogy gyergyóban jelentkezzenek játékosok, nagy nevű játékosok jelentkeztek, hogy aránylag most nem sok pénzért, nagy, azt gondolja valaki, hogy sok pénzt tud gyergyó fizetni, de kevés pénzért is eljönnének, hogy ezt a gyergyói, most már úgymond, hírneves szurkolótábort, ezt a gyergyói közösségbe szeretnének tovább jégkorongozni. Az új menedzsernek rengeteg a terve, energiáit szeretné a jégkorongra összpontosítani. Az első számú célja, hogy ősztől is olyan csapat korcsolyázzon piros-fehér mezben, amely játékával ismét megtölti a gyergyószentmiklósi műjégpálya lelátóját. Az Elektrika RT közlése értelmében június 12-én holnap is lesz áramkiesés. 9 és 15 óra között a 17-es transformátor körzetében, azaz a Kavicsbánya utcában lesz áramszünet a javítási munkálatok miatt. A lakók megértését és türelmét kéri a szolgáltató. Nagyszabású kulturális rendezvényt tartanak augusztus 15-én a csíkcsomjói Nyeregben. A 2011-ben Gyergyószárhegyen bemutatott Csaba Királyfi Székely Nemzeti Rockoperát viszik újra színre. Ehhez gyergyói néptáncosok jelentkezését is várják a mű megjelenítéséhez. 2011-ben tartották a Csaba Királyfi Székely Nemzeti Rockopera ősbemutatóját Gyergyószárhegyen. Most díszbemutatót szervez augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén a Hármas Halom oltárnál a műalkotója G. Nagy Ilián. Mutatni, engem többen kértek, volt olyan, hogy Csíkszeredán voltam, és egy pincérhölgy szólított meg, hogy miért nem hozzák ezt ide a Nyeregbe. És mondom, lenne ember, azt mondja, hát biztos, hogy elmennénk. Tehát ennek többféle oldalról, sajtósok és művészek is kérték, hogy legyen, úgyhogy elintéztük azt, hogy eljutottunk odáig, hogy minden énekes, táncos, mindenki, aki részt vett benne, erre az időre szabaddá tette magát, és a város is, Csíkszered a városa, és a Csíksomjói Egyház is nagy örömmel engedélyezte ennek a bemutatóját, és így ezért lesz Csíksomjó most Nagy Boldogasszony napján. A műben a klasszikus opera hangzása is megtalálható a rockopera elemei mellett. Távol-keleti zenei motivumok is felhangzanak, de székelyföldi csángó dallamrészletek is felismerhetők a darabban. A Csaba Királyfi szövegkönyvét és a mű vers részeit, valamint zenéjét egyaránt G. Nagy írta. Az opera Csaba Királyfi életéről szól, arról, hogy ki volt ő, ki volt az édesapja, miért kellett elmenekülnie a Kárpát-medencéből. Ezt követően miként várták a székelyek, és hogyan teljesedik be a Csaba örökség. A csíkcsomjói díszbemutató kapcsán minden székelyföldi néptánc csoporthoz felhívást intéztek a szervezők. Most az operában két olyan jelenet van, ahol igen nagy tömegre lesz szükség, tehát meg tudjuk oldani a dolgot úgy is, mert a Hargita Táncegyüttes és a Debreceni Hajdú Táncegyüttes részt vesz a darabba, de mivel itt nagy tér van, szeretnénk, hogyha a székelység néptáncegyüttesei, akik akarnak, szeretnének részt venni, jelentkeznének Dangui Ervinnél, és az Attila király esküvője, ezzel kezdődik a darab, valamint a székelyeknek a csabavárási ünnepén igen nagy kompánia van, nagy mulatság, és hogy ezen több száz viseletből öltözött székelyt, fiút, lány, gyereket szeretnénk megszólítani, hogy vegyenek benne részt. Dangui Ervin a Gyergyószárhegyi Önkormányzat művelődés szervezőjeként vett részt az ősbemutató lebonyolításában. Ezúttal is szervezési kérdésekben a jelentkező néptáncegyüttesek összefogásában vállal részt.
Ő összegezte, hogy mire számíthatnak a jelentkező néptáncegyüttesek tagjai az opera a szereplés kapcsán. Nagyon egyszerűen betanulható, két jelenetben kellene részt venni, az Attila esküvője és a finálé, ami úgy időben hát szerintem a 15-20 percet nem haladja meg. Az anyagokat internetes úton megkapja minden csoport kérésre, ezeket kell betanulni, amit mondom még egyszer, tehát nem nehéz táncok, tehát helyi táncok vannak összefoglalva, a koreográfiába szedve. Ezeket kell betanulni, és akkor ott egy-két próba után, tehát közvetlenül a bemutató előtt, helyezkedés, stb. Utána már teljesen működik és lehet használni. Dangó Ervin elérhetőségei a képernyőn láthatók. Kérés a jelentkezők irányában az, hogy székely népviseletben legyenek majd az előadás során. Az esemény magyarországi fővédnöke Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök helyettese, a székelyföldi fővédnök, a házigazda Rádúj Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere. Elfogadta a képviselőház plénuma tegnap azt a törvénymódosító javaslatot, amely lehetővé teszi az önkormányzatok és a közérdekű tevékenységet folytató kereskedelmi társaságok részére azt, hogy meghatározott időre munkanélkülieket alkalmazhassanak meghatározott munkakörökben. Az így alkalmazott személyek fizetését a nyugdíj alapból biztosítják. A rendelkezés egyik pozitívuma az, hogy ezáltal az állástalan személy arra lesz ösztönözve, hogy dolgozzon. Ugyanakkor lehetősége adódik arra is, hogy hosszabb időre is alkalmazhassák. Fontos megemlíteni azt is, hogy az ilyen formában ledolgozott munkaidő törvényes munkaviszonynak számít, és beleszámolják a nyugdíjjogosultság megállapításakor. Hargita megye tanácsa a szórványbeli magyar közösségeket célzó Összetartozunk programja keretében felkérte a Hargita megyei közbirtokosságokat, hogy adományozzanak faanyagot a Besztercen-Aszód megyei Somkerék egykori magyar iskolájának felújítására. Az első szállítmányt Csíkszent Miklósról indult ma reggel. A Besztercen-Aszód megyei Somkerék egykori magyar iskolájának felújításához, faanyag adományozására kérte a Hargita megyei közbirtokosságokat Hargita megye tanácsának elnöke Borboly Csaba. Az első szállítmány Csíkszent Miklósról indult június 11-én csütörtökön reggel, a sajtó jelenlétében, amelyen Bece István megyei tanácsos és Pál Lukács Miklós közbirtokossági elnök tájékoztatta az újságírókat. Rögtön cselekedtünk, amint eljutott hozzánk a kérés, és félretettük a több mint 4,5 köbméter faanyagot a somkeréki iskola számára, mondta el az elnök. Hozzátette, segíteni szoktak, támogatják a helyi kezdeményezéseket, a fiatalokat, az iskolát, óvodát, községbeli szövetkezetet, és bár Somkerék nem ismerős számára, természetesen ott is segítenek, főleg, hogy magyar iskoláról van szó. Bece István elmondása szerint a felkérő levél még tavaly ősszel született meg Felszegi Imre somkeréki református lelkész megkeresése nyomán, aki a település áldatlan állapotban lévő egykori magyar nyelvű iskoláját szeretné felújítani, így ösztönözve és helyet biztosítva az ott élő magyar ajkú gyerekeknek a már szinte elfelejtett anyanyelvük gyakorlására, tanulására. A felújítás tervei elkészültek, anyagkivonat is készült, többek között a felhasználandó faanyagról, összesen 220 darab különböző méretű gerendára, kétféle méretű 10-10 köbméter deszkára, valamint 800 darab lécre van szükség. Jelen pillanatig 5 közbirtokosság jelezte, hogy támogatja az iskola felújítását. Az árvádfalvi, a csíkvacsácsi, a csíkszentmiklósi és a székely-szenttamási faanyaggal. A Lókodi pedig pénzzel járul hozzá, emellett egy Ülkei Kft. Is faanyagot küld Somkerékre. Tudtuk meg Bece Istvántól. Hargita megye is Besztercen megye, megyei magyarság, úgymond testvér megyei kapcsolatban van, és hát az elmúlt hat évben nagyon sok minden programot szerveztünk együtt, és azt gondolom, hogy ha részükről jön egy ilyen megkeresés, akkor nekünk erre pozitívan kell válaszolni. A megyei tanácsos továbbá ismertette Hargita megye tanácsa Összetartozunk programját, amelyet 6 éve indítottak el a szórványban élő magyarság identitás tudatának erősítése érdekében, kínálva együttműködést a székelyföldi tömb magyarsággal. A cél intézményesített kapcsolatok kialakítása azokkal a megyékkel, amelyekben bár a magyarság számaránya jelentős, mára az egykori többség kisebbségbe került, ennek minden negatív hozadékával. A megyei tanács furgonja hamarosan a többi közbirtokosságtól is elszállítja majd az építkezéshez szükséges fát. Vasilé Csurkea szerint legkésőbb a hónap végétől olcsóbbak lesznek a gyógyszerek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke tegnap jelentette be, hogy megjelent a hivatalos közlönyben az a rendelet, amely a gyógyszerárak kiszámításának új módszertanát tartalmazza.
Vasilij Csurkea úgy nyilatkozott, hogy az első csökkentett áru gyógyszerek már akár a jövő héten megjelenhetnek a gyógyszertárakban, de legkésőbb hónap végétől mindenkinek alkalmaznia kell az új árszabást. Becsléseik szerint az új rendelkezések hatására 15-20%-kal lesznek olcsóbbak a gyógyszerek. Az Egészségügyi Minisztérium korábban már többször is kitolta a határidőt, amikortól bevezetik az új árszabást. Nemzetközi gazdasági és üzleti konferenciát tartottak a csíkszeredai Szapiencia MTE nagy aulájában. A találkozó témáját általában mindig a Kárpát-medencei gazdasági kihívások adják. A csíkszeredai Szapiencia MTE gazdasági és humántudományok kara által megszervezett 12. Nemzetközi Gazdasági és Üzleti Konferencia megnyitóját tartották június 5-én az egyetem nagy aulájában, ahol Makó Zoltán dékán és Borgó Csaba Harhita megye tanácsának elnöke köszöntötte a résztvevőket. Ezt a konferenciát éves rendszerességgel szokták megszervezni a Szapiencia MTE gazdasági tanszékei, és tulajdonképpen minden évben általában azt tárgyalják meg, hogy milyen gazdasági kihívások érik a Kárpát-medencét különböző periódusokban. A mostani periódus éppen a globalizáció és a helyi gazdaságok viszonyáról szól, hogy lehetne a globalizációnak a szelét felfogni a vitorlába ahhoz, hogy az itteni gazdaság fejlődjék, hogy lehetne a helyi vállalkozásokat, a helyi gazdaságnak a kihívásait valamiképpen orvosolni, megoldani. Borgoly Csaba önkormányzatok és vállalkozói szféra közötti kapcsolat erősítése témában fejtette ki véleményét, rámutatva a megyei tanács külföldön feldolgozásra kerülő faexport elleni küzdelmére, a közbirtokosságok hasznosságára és segítőképességére, a székelytermek fontosságára és az önkormányzatok általi támogatottságára, valamint a szakképzés erősítésének szükségességére. A megyelnök kiemelte, a székelyföldi régió gazdasági fejlődését ugyanakkor abban látja, ha a kis és középvállalkozások összefognak, önépítő gazdálkodást folytatnak. Követendő példaként említette a keresztúri tejgyárat, ahol a gazdák összefogásával olyan vállalkozás jött létre, amely jövedelmet, kedvező nyersanyagfelvásárlási árat tud biztosítani a vidéki gazdáknak. A megyei tanács jogi lehetőségei korlátozottak a vállalkozók támogatása terén, viszont az önkormányzatok segítségével olyan programokat hoztak létre, mint a Kaláka kezdeményezés vagy a Kisfalu program, amelyek sikeressége kizárólag az együttműködésen múlik, viszont a gazdasági és turisztikai fejlődést eredményezi. A konferencián június 5-én és 6-án számos hazai és magyarországi gazdasági szakember tartott plenáris előadást. A Gyergyószentmiklósi Szent István plébánia közössége a tavalyhoz hasonlóan evangelizációs biblia hetet szervez a gyerekeknek július 1-e és 5-e között. A foglalkozások 9 és 15 óra között három korcsoportban lesznek óvodástól 8. osztályosig. Az idei biblia hét témáját a Cohen alapítvány állította össze Eszter könyvére alapozva. Jelentkezni a plébánián június 28-áig kell a gyerekenkénti 15 lej részvételi díj kifizetésével.
Aki ingyen szeretne a román tengerparton nyaralni, még bekapcsolódhat az Újkelet Irány a tengerpart nyeremény akciójába. A pályázati kiírás mellett rengeteg hasznos, érdekes írás, beszámoló várja mindazokat, akik ezen a héten is az Újkeletet választják. Lapszemlén következik. Hatósági felügyelet alatt van Mezei János, Gyergyó Szent Miklós választott vezetője, aki továbbra sem végezheti polgármesteri teendőit. Adja hírül címoldalán az Újkelet, a tényismertető összeállítást a negyedik oldalon közölték. Vajon mi történt a tóban, teszi fel a kérdést a lap munkatársa, körüljárva a Szent Annai tragédiát. A Progim piros-fehér csapata legyen egész gyergyószéki, hangoztatja a sportklub új menedzsere. Közeledik a határidő vége, kevesen igényelték a mezőgazdasági támogatást. Összefogás kezdődött a vaslábi láb tisztaságáért, mindenről bővebben olvashatnak a színes heti lapban. A Gyergyó-Szentmiklósi Hiszek egy képsorozat fél évszázadát ünnepelték. A jeles eseményről írnak az Újkeletben, amelyben rendhagyó beszámolót olvashatnak a somlyói zarándoklatról is. Lakatos Mihály, a Salamon Ernő Gimnázium igazgatója, nevezetes arról, hogy beszédeit mindenki előszeretettel hallgatja. Legutóbb a ballagáskor mondott emlékezeteseket, ennek szövegét is közlik a lap hasábjain. A Hölgyválasz oldalon a bodza előnyeit ismertetik, és az eperhabos képviselőfánk receptjét is elárulják. A sportkedvelők a kézilabda, kosárlabda, asztali tenisz és labdarúgás híreit böngészhetik. Az Újkeletben ezen a héten ismét csokorba gyűjtötték az elmúlt hetekben bemutatott aranyos kisgyermekek fotóit, már is lehet szavazni a kedvencekre, hiszen nem csak a legtöbb voksot gyűjtő babák, hanem a szavazók is nyernek. A Baba Butik rovatba továbbra is várják a jól sikerült felvételeket. A rovat által kért információkkal együtt postai úton, a szerkesztőség leveles ládáiban, vagy akár az újkelet@kukac.net.ro e-mail címen is fogadják az ilyen jellegű küldeményeket. Idáig a lapszemlénk, de maradt még bőven böngésznivaló, olvasnivaló az Újkeletben. Ezúttal is van számos apró hirdetés, viccek, horoszkóp, időjárás előrejelzés, rejtvény és részletes televíziós műsor melléklet. Keressék és olvassák továbbra is a térség kedvenc heti lapját. Köszönöm a híradónknak szentelt figyelmet, hamarosan a Hargita magazint láthatják, kedves nézőink. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk. Viszontlátásra! Stúdiónkat a Makó virágüzlet varázsolta szebbé. Smink és frizura, szépségcenter. A bemondónőt öltöztette a West Dream divatbolt.